23 helyszín, 110 program, 500 előadó, megnyílt a Zsolnai Fesztivál. A gyerekeké, a családoké volt a főszerep május 1-én. Százan tekertek egyszerre, a gyermekklinika javára gyűjtöttek. Köszöntöm nézőinket, Önök a Pécs TV híradóját látják, ez a Pont ma, május 2-án pénteken. Bárki megtalálhatta a kedvére való időtöltést május 1-én. A retro idén is hódított. A 20-as, 30-as évek és az azt megelőző korok polgári népi hagyományait idéző és felelevenítő békebeli majál is délelőtt 10 órakor kezdődött a Balokhányligetben. Mivel átépítés miatt ideiglenesen bezár a pécsi állatkert, a májusi hosszú hétvégén színes programokkal kedveskednek az érdeklődőknek az ott dolgozók is. A gyerekek fél óránként megnézhetik egy-egy állat etetését, sőt a közkedvelt tevepárt, Maricát és Gézát, akár a kicsik is megkínálhatják valamilyen finomsággal. A gyűrűs farkú makikat meg is simogathatják. Emellett lesz még a hétvégén légvár, arcfestés, kézműves sarok és plüss állatvásár is. A felnőttek az állatkert tervezett infrastruktúrális változásait és a látványterveket is megnézhették. Május 1-én délután kezdődött a Mecsekáruháznál és a Budai Városkapu iskolánál a retro majál is. Az esemény dúsnapot utcabál zárta. Május 1-én megnyílt a 3. Zsolnai Fesztivál, amit idén az egyetemi napokkal közösen szerveztek. A május 3-áig tartó rendkívül gazdag programkínálattal rendelkező kulturális kavalkád 23 helyszínen, 110 programmal, 500 előadóval várja a közönséget. A belépés ingyenes, naponta, este 7-ig nem kell fizetni a programokért. Sok sikert kívánok, és még több szeretetet, hisz mi ezt érzékeljük, elvárjuk és várjuk Önöktől. Köszönöm a figyelmüket! Idén először közösen hozza össze a fesztivált a ZSÖK és az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat. A megnyitó napján a PTL Hallgatói Önkormányzata, a Be My Hero csapata és a Vöröskereszt közös tartós élelmiszergyűjtő akciót szervezett. Az élelmet a Szemenfénye Alapítványnak ajánlották fel. A programban a közösségi oldalon rendkívül sok hallgató vett részt egyébként, illetve kaptunk hallgatón kívül más civil kedvezményezések útján is felajánlásokat a mai napra. Gyenis Gabriel, a Magyar Vöröskereszt képviselője, rendkívül örült a kezdeményezésnek, és bízik abban, hogy a jövőben is fog az egyetemmel együttműködni a Magyar Vöröskereszt. A Zsolnai negyed egy nagyszerű hely, aki járt már itt, az tudja ezt, viszont egy baj van vele, hogy kevesen ismerik. Ennek népszerűsítése a cél a fesztivállal, mondja Páva Zsolt polgármester. Úgy látom itt a létszámból is, meg a hangulatból is, hogy egy jó sikerült, jó hangulat a fesztivállal van dolgunk. És ez tovább erősíti, ami idén először van egyébként ebben a formában, hogy az egyetemi diáknapokkal is együtt kerül megrendelésre. Erre mondják azt, hogy egy egymást erősíti folyamattal van dolgunk, tehát mindegyik erősíti a másikat. Remélem, hogy ez a szándék, hogy itt még jobban megismertessük ezt a negyedet, ez sikerülni fog. A megnyitón kiosztották a Viktor Vazarelli díjat, melyet Franka Déldivat tervező vehetett át, valamint a Zsolnai Vilmos művészeti díjat, melyet Mánfai György fotóművész érdemelt ki kiemelkedő színvonalú munkája révén. Sokan a pécsi mamival ünnepeltek május 1-én. Családoknak szóló kiállítás, újdonság, akció, kedvezmény és értékes nyeremények várták a majálisozókat az Univ étteremben és környékén megrendezett programon. Belépőjegy nem volt, a családok, a gyerekek, bárki ingyen használhatta a Mini Vidám Parkot az első pécsi családi napon. Az Expónak az a lényeg, hogy kiállítók jelennek meg. Itt a kiállítók olyan helyi vállalkozások, akik valamit a családoknak nyújtanak, és mi azt találtuk ki, hogy ők maguk találjanak ki feladatokat, amit náluk lehet elvégezni, és ezért cserébe járnak a pecsétek pedig beválthatóak a Mini Vidám Parkban. Ezzel elérjük azt, hogy gyakorlatilag a szülők kapcsolatba kerülnek a kiállítókkal, megszólítják egymást, és ez volt a célunk. Elutasították a Páva Zsolt lányát megtámadó férfi fellebbezését. Eny Zoltán 12 évet kapott. Helyben hagyta a kaposvári törvényszék a járásbíróság korábbi döntését, így az immár jogerős ítélet szerint 12 évet kell börtönben töltenie Eny Zoltánnak, aki megtámadta Páva Zsolt lányát. A 24 esztendős férfit erőszakos nemi közösülésben, súlyos testi sértésben, kifosztásban és személyi szabadság korlátozásában mondta ki bűnösnek a grémium. Dugó volt az állatkert előtti utcákon május 1-én. Annyian akartak búcsúzni,
búcsút venni a felújítás előtt az állatoktól, hogy kígyózott a sor a jegypénztár előtt. A gondozók látványetetésekkel, légvárakkal és kézműves foglalkozásokkal is várták a gyerekeket. Kígyózott a sor a jegypénztár előtt, csak nem egy órát kellett várnia annak, aki be akart jutni az állatkertbe május 1-én délelőtt. Szotyi, banán és egy kis káposzta, még meg sem ették a reggeliüket, az állatok már előzönlötték a parkot a látogatók, mindenki búcsút akart venni a lakóktól a felújítás előtt. Kíváncsiak voltunk, hogy most milyen állapotban van, mert régen voltunk már mindnyájan. Kellemes. Nosztalgia nekünk. Igen. Kíváncsiak voltok, hogy milyen lesz? Igen. Igen, úgyhogy tervezzük, hogy egy év múlva is majd, hogyha megnyit újra, akkor ellátogatunk, megnézzük, hogy milyen lett az eredménye a felújításnak. A vízilovak tiszta vizet kaptak a hosszú hétvégére, a mókus majmok pedig nem tudtak betelni a gyerekek rajongásával. A látogatók a pénztárnál prospektusokat is kaptak, melyben az új állatkert látványterve is szerepel. A prospektus az, az új állatkertnek a látványterveit mutatja be. 1500 készült belőle, és akik kapnak, azok regisztrálhatnak is nevükkel, e-mail címükkel, és az e-mail címükre az új állatkert megnyitójára kapnak egy ingyenes belépőt, egy családi belépőt. Egy olyan programot szervezünk, ami zárt körül lesz, és csak ők, akik most itt vannak, jöhetnek el rá. Nem csak Pécsről, Budapestről és az ország különböző részéről is érkeztek érdeklődők. Egy nagyon kedvezményes árat találtunk ki ennek alkalmából, hogy az utolsó, az átépítés előtti utolsó látogatási napokon kedvezményesen jöhessenek be a látogatók, és ezt úgy látom, hogy ki is használják. A hosszú hétvégén minden nap várja a látogatókat a pécsi állatkert, legközelebb pedig 2015 tavaszán teljesen megújulva nyitja majd meg kapuit az érdeklődők előtt. A gyermekklinika javára tekertek május 1-én a Kossuth téren. Az egészséges életmód jegyében 2 órás spinrészik órát tartottak szabadtéren. A rendezvény célja kettős volt, ugyanis az érdeklődők megmozgatása mellett adományokat is gyűjtöttek a pécsi gyermekklinika fülorgégészeti és onkológiai osztályának a szervezők. Nem mindennapi látvány fogadta a majálisozókat a belvárosban. A Kossuth tér megtelt spinning kerékpárokkal. A jótékonysági tekerés résztvevői 15 órával a kezdés előtt már beállították bicikliüket. A legtöbbjüknek nem ez volt az első alkalom, hogy órákon át tekert. Volt rá már példa, egymásnak 2 órát tartottam. Ettől a tekerésről leginkább azt várom, hogy felhívjuk az emberek figyelmét arra, hogy a sportolás öröme, igazán mennyire jó sporton és mennyire egészséges, illetve a jó cél, ugye a gyermekekért tekerünk most. Úgyhogy ez ilyen összefogó, nagyon jó érzés, egyébként ennyi ember között tekerni, úgyhogy én nem is tudom, mit várok, egy pezsítő jó órát, 2 órát. A rendezvény célja tehát kettős volt, ráadásul a kedvezményezett intézmény vezetője is tekert. Bizonyos műszerek, amik a műtőben a jobb működést elősegítik, illetve szeretnénk komfortosabbá tenni azt a szobát, azt a néhány helységet, ahol a gyerekek, illetve az elük őket kísérő édesanyák töltik az éjszakát. Ezekkel kezdenénk. A szervezők egy budapesti 8 órás tekerés után döntöttek úgy, hogy elhozzák ide is az akciót. Innen jött az ötlet, illetve a szabadtér, mi tavaly voltunk Harkányban lent, kivittük a biciklieinket, 2 napot kint töltöttünk. Ott nagyon jó érzésekkel jöttünk haza, és innen jött tulajdonképpen, hogy próbáljunk meg összeszedni 100 embert, 100 biciklit, és bejött, úgy nézzük, majd meglátjuk, hogyha elindulunk, akkor tényleg meg is van a 100 emberünk. A résztvevők ugyan nem csak az első percekben, hanem többször is megáztak a jótékonysági tekerés alatt, de mindenki végig küzdötte a 2 órát. Egy hideg front hatására szombaton már többfelé kialakulhatnak záporok, erős széllökésekkel kísért heves zivatarok is. Napközben sokfelé még 20 fok fölé emelkedik a hőmérséklet, vasárnap hűvös, szeles idő jöhet. Főként az ország délkeleti 2/3-án lehet tartósabb csapadék. Napközben azonban északnyugat felől csökkenni kezd a felhőzet. Vasárnap délután 13-18 fokot mérhetünk. Most lássuk főpireinket még egyszer néhány mondatban. 23 helyszín, 110 program, 500 előadó, megnyílt a Zsolnai Fesztivál. A gyerekeké, a családoké volt a főszerep május 1-én. 100-an tekertek egyszerre, a gyermekklinika javára gyűjtöttek.
Kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, véget ért a Pont ma, szép hétvégét kívánok, viszontlátásra!